Az előző adásban odáig jutottunk, hogy az ideológiák hasztalan vívják több száz éve egymással a harcukat, nem képesek egymást legyűrni, vagy ha ideig óráig az egyiknek sikerül is, akkor nem képes a győzelme mögé széles közmegegyezést teremteni, mondjuk ki sok hűhó semmiért. Úgy tűnik, mintha az ideológiák a világnézetek mentén széttöredezett volna, szétdarabolódott volna a világ. Külön kis buborékokban, külön kis világokban élünk. A Walking Dead és a Matrix keverékét éljük meg, ahol zombik vagyunk a saját álomvilágunkban, és annak az esélye, hogy ezek a világok érintkezzenek egymással, hogy valamiféle közös narratíva jöjjön létre, egyre kevesebb. És a kultúrában ezáltal tapasztalható rossz közérzetért az ideológiák egymást okolják. Ennek a problémának a felismerésére javasoltuk az előző adásban az ideológiák között ennek a úgynevezett homeosztatikus egyensúlynak a célkitűzését, ami lényegében azt jelenti, hogy a közöttük lévő viszonyt megváltoztatjuk, az ellenséges viszonyból partneri, szövetségesi viszonyt igyekszünk kialakítani. Ehhez persze a társadalmi hálózatban sokkal több gyenge kötésre lenne szükség, vagyis a törzsi csomópontok, az ideológiai csomópontok között olyan intézményekre, olyan fórumokra, olyan személyekre, akik hidat képesek képezni. Ez persze őrülten nehéz feladat, mondjuk ki, hogy szinte Mission Impossible-nek tűnik, hogyha körülnézünk a mai világban, de én mégis azt mondom, hogy ennél kisebb célt nem lehet kitűzni, ugyanis ennél kevesebb nem elég, többet meg nem lehet. Ha ez a meddő veszekedés, ez a törzsi bezárkózás tovább folytatódik, akkor fennáll a veszélye, hogy az emberiség elveszíti az önmagába vetett hitét. Ehhez pedig a 20. században egyre közelebb kerültünk, és valljuk meg őszintén a 21. században is zakatolunk ebbe az irányba. Az egymással fasírtban lévő ideológiák legalább abban egyetértettek, hogy az ember egy fontos, sőt vezető szereppel bír a világban. Mostanra viszont már ez is megkérdőjeleződött, már a humanizmus is megkérdőjeleződött, és a humanizmus hajója léket kaphat és elsüllyedhet. Az emberiség egy korszakhatár előtt, vagy akár alatt áll, sőt, az sem elképzelhetetlen, hogy már ezután vagyunk, de minden esetre a magunkról alkotott képünk elmosódott, megcsúnyult, a humanizmussal kapcsolatban kérdések merültek föl, ezért a mai adásban arra teszünk kísérletet, hogy megvizsgáljuk a humanizmus jövőjét, illetve a lehetséges alternatíváit. Először azonban nézzük a kiindulási alapot, magát a humanizmust. Ennek a gyökerei a középkori Itáliáig, a gazdag és művelt, kereskedő városállamokig vezetnek vissza. Ezek voltak azok a kulturális inkubátorok, ahol az Isten központú világképből először kialakult az ember központú világkép. A humanisták bátran visszanyúltak az antik világ gazdag kulturális hagyományához, és ezzel megágyaztak a középkor végének, és elindították az utat, a reneszánszon keresztül, a reformáción át a felvilágosodásig, az ipari és tudományos forradalmakig, a pozitivizmusig, a modernizmusig és a ma is velünk élő individualizmusig. Ma a humanizmus az az eszmerendszer, amely azt képviseli, hogy a világban értelmes társadalom, józan világ és erkölcsös közösség szervezhető mindenféle transzcendens erő, mindenféle Isten nélkül. Vagyis a jó Isten nélkül is létrehozható a világban, ahogy az angol mondaná, good, without God. Úgy sem kell ezt többé már, engem nem fogsz hülyének nézni, tudom, hogy nálad jobb is vár. A humanizmus persze annak is köszönhette a sikerét, hogy míg az Isten központú vallásos világkép különféle szabályokat, tilalmakat állított föl, és különféle bűnök elkerülését várta el az embertől, addig a humanizmus felszabadítóan hatott. Ami korábban bűnnek számított, az innentől kezdve kellemes élményé vált. A humanizmus azt mondja, hogy a kellemes érzések éppen azért kellemesek a számunkra, mert az evolúció során segítették a túlélésünket. Azért szeretünk enni, inni, pihenni, komfortban lenni, kényelemben lenni, szerelmesnek lenni vagy szeretkezni, mert hogy ezek segítették az ember fennmaradását. Az ezzel ellentétes érzések meg nyilvánvalóan nem segítették a fennmaradásunkat. Vagyis a kellemes érzéseket semmiképp sem szabad sekélyes hedonizmusnak tekinteni, pláne nem bűnnek, hanem ezeket kifejezetten tisztelni kell és meg kell becsülni, ez a humanizmus üzenete a kellemes érzésekkel kapcsolatban. Természetesen a humanizmus is tisztában van az emberi érdekeknek, céloknak, motivációknak a sokszerű szertágazó voltával, de egyúttal rendületlenül hisz az emberi ész erejében. Pontosan azt mondja, hogy azért van emberi ész, és azért van tudomány, azért van bölcsesség, azért van politika, hogy a társadalomban ennek a sok szertágazó érdeknek az egyensúlyát megteremtsük. De hogyan került ez a humanizmus válságba? Hát úgy, hogy az ember, amely azt vállalta magára, hogy Isten és bárki más helyett majd ő a világot irányítja és vezeti, a 20. században sorozatos kudarcokat szenvedett el. Az ember fokozatosan elveszítette az önbizalmát, elveszítette a hitét abban, hogy képes jobb világot teremteni,
Sőt, ez a folyamat már eljutott oda, hogy az embernek már nem vezetnie kellene a világot, hanem a világot meg kellene szabadítani az embertől. Az ember az ész által nem felvirágoztatja majd az univerzumot, hanem a saját esztelenség által elpusztítja. Abban ma már nagyjából mindannyian egyetértünk, hogy valami nagyon elromlott, hogy valamit nagyon elrontottunk. De abban már megosztanak a vélemények, hogy mi a hogyan tovább, merre kellene tovább haladni, mik a humanizmusnak a lehetőségei, mik az alternatívái, milyen emberképek jöhetnek létre a 21. században. Az első lehetőség az nem más, mint magának a klasszikus humanizmusnak a folytatása, amely ugye azt mondja, hogy a tudományba és az értelembe vetett hitünk továbbra is a legerősebb fegyverünk a problémák megoldására. Ez lényegében azt ígéri, hogy az amúgy is tökéletlen és az ember által megrontott világot tudományosan finomhangolja. Vagyis nem a humanizmus útja rossz, az a probléma, hogy ezen az úton még nem jutottunk elegendően messzire. Aki kíváncsi ezzel kapcsolatban elmélyült munkára, annak a figyelmébe ajánlom Steven Pinker, a Felvilágosodás most című munkáját. A második lehetőség az pedig maga a posztmodern, ami valójában nem is egy különálló emberkép, hanem a modernizmus felett érzett csalódás szülte a II. Világháború után. Lényegében inkább csak szétbont, dekonstruál, és nem is hoz létre egy egységes képet, ahogy mondtam, hanem életstílust, életérzést, filozófiát, művészetet ihlet, de nem külön emberkép. Egységes emberkép hiányában azonban a posztmodern a társadalomban óhatatlanul kiüresedéshez, elidegenedéshez, vagyis fogyasztói társadalomhoz vezet, ezért hívom én szubhumanizmusnak, emberalattiságnak. Ez lényegében azt képviseli, hogy az ember által megrontott világban egy dolog lehetséges csupán túlélni, ki a vérmérséklete, lehetőségei vagy stílusa szerint. Ha valakit jobban érdekel a posztmodernizmus logikája működése, neki ajánlom Frederick Jameson, a posztmoderna vagy a kései kapitalizmus kulturális logikája című munkáját. A harmadik alternatíva az valójában a tradicionalizmus, amit én most metahumanizmusnak neveznék. Ez azt mondja, hogy valamilyen korábbi történelmi hagyományhoz, tradícióhoz kell visszatérni. És egyben vissza kell helyezni a transzcendenciát, a szakralitást az emberi életbe. Gyakorlatilag ebben a gondolatkörben él a Távol-Kelet, a muszlim világ és a keresztény nyugaton is néhány kisebb csoport, akik azt vallják, hogy az ember által megrontott világból vissza kell térni egy korábbi romlatlan világhoz. Meggyőződésem szerint a metahumanizmus vagy a tradicionalizmus a 21. században marginális marad, méghozzá azért, mert nincs meg a hozzá szükséges, megfelelő embertípus. A modern vagy posztmodern ember nem akar már szabályok, rendszerek és hierarchiák között élni. Ha valakit érdekel a tradicionalizmus mélyebben is, neki René Genonnak a Mennyiség uralma és az idők jelei című munkáját ajánlom a szíves figyelmébe. A negyedik alternatíva az ökologizmus, amit én prehumanizmusnak neveznék, amely szerint a legnagyobb baj az, hogy tönkretettük az élővilágunkat, tönkretettük a környezetünket, a természetet, ezért a legsürgetőbb feladat az embert visszahelyezni a bioszférába, visszahelyezni a természetbe. Ez szerint az emberi életnek nem a haladás és nem a szerzés a célja, hanem a mértékletesség és a fenntarthatóság. Az ökologizmus szerint az ember érték, de nem önmagában, hanem csak a természet részeként. Vagyis a prehumanizmus, az ökologizmus azt állítja, hogy az ember által megrontott világnak az ember előtti nyugalmát kell helyreállítani. Az ötödik alternatíva a transzhumanizmus, amely nem önálló szemlélet, hiszen nem teremt egy új önálló emberképet, hanem sokkal inkább a klasszikus humanizmusnak a digitalizált, modernizációs változata. Ez azt képviseli, hogy a robotizációnak és a digitalizációnak jön majd a messiása, a mesterséges intelligencia. A transzhumanizmus szerint az ember marad a világ ura, de sokkal-sokkal többre van szükség, mint amit a klasszikus humanizmus javasol. Lényegében az ember által megrontott világot digitálisan, mesterségesen ki kell javítani. Ha valakit érdekel ez a gondolati kör, nagyon sok könyv jelent meg a témában, de talán az egyik legötletesebb Max Tegmarknak az Élet 3.0 című munkája. A hatodik alternatíva nem más, mint a poszthumanizmus, amely levonja a humanizmus válságának legvégső konzekvenciáit, és kimondja, hogy az ember által uralt világnak az ennek a kornak vége. És ezért még krokodil könnyeket sem kell hullatnunk. Ez a ma még nagyon marginálisnak tűnő koncepció, elmélet, gondolatrendszer elképzelésem szerint a 21. század második felére uralkodó lehet. Akit érdekel a téma, magyarul, magyar szerzőktől, Horváth Márk, Lovász Ádám és Nemes Z. Márió tollából a poszthumanizmus változatai címmel jelent meg egy nagyszerű összefoglaló, Ember, embertelen és ember utáni az alcím. A poszthumanizmus a gépek, a különféle technológiák iránti vonzódásával azonban nem csak az ember trónfosztását, hanem az élet trónfosztását is elvégzi, lényegében a fürdővízzel együtt a gyereket is kiönti. A poszthumanizmus ugyanis az embert és az életet akár gépekkel is helyettesíthetőnek tartja. Azt mondja, hogy az ember által megrontott világot úgy kell helyreállítani, hogy az embert a nagyszínpadról lezavarjuk,
és azt mondjuk magunknak, hogy nem vagyunk semmivel sem többek, mint bármilyen más élőlény, vagy bármilyen más élettelen tárgy a világban. Nem is bántottunk, mennyi mora haza magadnak? A hetedik alternatíva egy összefoglaló név, amit én alkottam, pszichohumanizmus néven, ide a spiritualizmusnak és a pszichológiának a nagyon szerteágazó irodalmát sorolnám, egészen az egyszerű babonáktól, a különféle modern nyugati jóga irányzatokon át, a modern vallási felfogásokig vagy poppszichológiai munkákig. Bemegyünk egy könyvesboltba ma, akkor azt látjuk, hogy a legtöbb polc ezoterikus és pszichológiai könyvekkel, önsegítő írásokkal, pszichológiai írásokkal van tele. Mi a közös ebben a nagyon sokféle szerteágazó irányzatrendszerben? Hát természetesen az, hogy valamiféle módon szembe megy a humanizmusnak a tudományközpontúságával, és hangsúlyozza az ember szellemi-lelki oldalát, szellemi-lelki részét is. Ezek szerint az irányzatok szerint az ember által megrontott világot akkor tehetjük jobbá, hogyha az emberek számára megalkotjuk a lelki, szellemi, mentális menedék helyet. Bántanak, hazudnak! Gazdag barátom! Neked nincsenek barátaid, senki se szeret! Nem hallgatlak! Nem hallgatlak! Jó pár humanizmus alternatívát soroltunk föl, ugye a klasszikus humanizmustól, a prehumanizmuson, a metahumanizmuson, a transhumanizmuson, a poszthumanizmuson keresztül eljutottunk a pszichohumanizmusig. Egyetlen egy út maradt még, vagy egyetlen egy alternatíva, ami talán még nem is létezik, én új humanizmusnak nevezném, és ennek az a lényege, hogy az eddig felsorolt humanizmusokból valamiféle szintézist kell alkotni, valamiféle egységet. Ennek a szintézisnek tehát magában kell tudni foglalnia a kvantumfizikát, a misztikát, a jógát, a tükörneuronok kutatását, a vallási tanításokat és a pszichológiát. Tehát valamiféle szintézis kell az emberről, de nem olyan, amelyik szembefordítja a tudománnyal, mint a tradicionalizmus, vagy amelyik szembefordítja a vallással, mint a klasszikus humanizmus, vagy amelyik szembefordítja a világgal, mint az ökologizmus, vagy amelyik szembefordítja önmagával, mint a poszthumanizmus, hanem mindegyiket egyszerre kell tudnia szintézisbe hozni. Az új humanizmus koncepciója igazából még nincs kidolgozva, egyelőre még csak nagyon kezdetleges elméletek vannak. Talán ezek közül is a legkidolgozottabb az integrál elmélet. Ha valakit érdekel ez a tudomány, ez az eszmeiség, akkor neki Ken Wilbernek a Működő szellem rövid története című könyvét ajánlom. Némiképp szerénytelenül ebbe az új humanista irányzatba sorolom a magam elképzelését is, amelyet a könyvemben megírtam, aminek ugye a lényeg az, hogy az ember egy halálszorongással megvert problémás főemlős, és ebben a problémás helyzetében egyedül a kultúrára számíthat, vagyis nekünk a 21. században újra fel kell fedeznünk a kultúrát, a kultúra létfenntartó erejét. Ezek voltak tehát a humanizmus lehetséges változatai a 21. században, hogy melyik fog ezek közül megvalósulni, nem tudom, majd meglátjuk. De ha bármelyik is valósul meg, a probléma még nincs megoldva ettől, hiszen az ember nem csak egymagában él, hanem közösségben is. A 21. században társadalmat, közösségeket, államokat, országokat is létre kell hoznunk, illetve működtetnünk kell. Hogy ezt hogyan fogjuk megtenni, ezzel már a következő adásban fogunk foglalkozni. Ha tetszett a téma és szeretnél róla tovább beszélgetni, akkor találkozunk a Pegapol oldalán, ha pedig élőben is szeretnéd megvitatni, akkor a Patreon oldalon.